Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisvakon csatornán, a Kisvakonda, meg a nagyobbik Kisvakondal, innen a teljesen üres palántázó mellől. Nincs még benne semmi, ez így van, jól teszi nekem elhinni. Február 10-15-ig mindenki üljön nyugodtan, nincs mit palántázni még. Az az igazság, hogy rengeteg idő van, négy hónap van még, fagyok végeztéig, tehát csak túl nőne minden. Türelmesen várjunk, de már itt az ideje készülődni. És például érdemes átgondolni a palánta nevelést. Vannak a nagyon szerencsés emberek, akiknek van olyan teraszuk például, amelyik be van építve, körbe van üvegezve, nem fagyott, és nagyon jól lehet palántázni, vagy üvegházuk van és vannak a ilyen nyomorultak, mint én vagyok, akik kénytelenek palántázót építeni. És a palántázóban meg nincs ugye fény, és e, 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 ilyenkor meg kell oldani egy mesterséges fényjel. Na most a kisvakont kertészkedők Facebook csoportba is, meg a Youtube videók alatt is rengeteg kérdés jelenik meg arról, hogy hogy kell beállítani ezt a lámpát. Na most én ezt nem tudom megmondani, mert ahány lámpa, annyi beállítás. Ugyanis a fény egy adott ponton mindig attól függ, hogy milyenek a körülmények. Most gondoljunk bele, van úgy, hogy megyünk az autóval valahova, és visszatükröződik a mellettünk ülő, nem tudom, feleségünk mobiltelefonjáról a fény pont a szemünkbe. Na most nem mondhatjuk azt, hogy. hogy tehát olyankor ott több fény van, mindig a tükröződések nagyon fontosak. Ezért az első legfontosabb dolog, amit el kell mondjak, hogy minden, amit most. Mint számadat, el fogok mondani, az úgy igaz, hogy én egy zárt palántázót használok, mind a négy oldala zárt, az is, ahol most állok, az rendesen zárva van. Egy teljesen zárt palántázó, amelynek minden oldala tükröződő. Tehát alumínium fóliával van borítva minden oldala, a felső része is, és az alja is fényvisszaverő. Láthatjuk is, ahogy tükröződik itt benne a lámpa hiszen ez is egy ilyen nagyon-nagyon fényes hófehér felület. Ez azt jelenti, hogy nincs fény veszteségem. Ilyen körülmények között tudom maximálisan kihasználni a lámpát. Ha csak fölé akasztanám a növényeknek, akkor a fénynek a nagyon nagy hányada, szerintem több mint a fele, idézőjelbe pocsékba menne, hiszen gyakorlatilag elhagyná ezt a zónát, ha viszont minden fal tükröződő, bent tartjuk a fényt, ide-oda verődik, és gyakorlatilag a levelek, például alulról is, ugye a ide érkező fény visszaverődik, a levél alulról is képes ezt felhasználni, nem csak ami felülről érkezik, vagy ami oldalról érkezik. Nagyon fontos a környezet. Tartsuk ott a fényt. Na most, ha ott tudjuk tartani a fényt, akkor egy ilyen kis egyszerű lámpa is, ez mondjuk egy elég komplex és 150 watt elektromos teljesítményű, maximálisan, de még ez is képes olyan iszonyatos mennyiségű fényt kiadni, mint például a nap. Tehát képesek vagyunk akár olyan erős fényt létrehozni itt, ezen a szinten, mintha a növény kint lenne a szabad ég alatt. Na. Ha palantázni akarunk mű megvilágítással, ugye fénygel, akkor kétszer tudjuk igazán ellőni a dolgot. Az egyik az az indulás amikor kibújnak a csíra növények, kettő sziklevéről beszélünk, tehát a icipici két szikleveles palánták nagyon-nagyon könnyen megégnek. Nekik nem kell sok fény. Ők, ha sok fényt kapnak, nagyon gyakran végük van. Egy iciri két szikleveles palántának általában annyi fény az ideális, az optimális, mintha kint egy borús nap lenne. Egy borús nap. Tehát tele felhőkkel az ég, na annyi kell egy kétszik leveles palántának. Ahogy nő a palánta, megjelennek az igazi levelek, ennyi fény már nem elég. Ha csak ennyit kap, keresni fogja a fényt, elkezd nyúlni, hosszú, vékony nyeszlet palántánk lesz, előbb-utóbb akár ki is dől, és akkor tönkre megy. Tehát növelnünk kell a fénymennyiséget, ahogy nő a palánta. És egyre több és több és több kell neki. Na most Kétféleképpen lehet fénymennyiséget növelni. Az egyik az egyszerűbb lámpáknál úgy, hogy egyszerűen közelebb tesszük a lámpát a növényhez. Majd szükség esetén, ugye, ahogy nő a növény egyre magasabbra, úgy emeljük fokozatosan a lámpát is, de játszva a kettő közötti távolsággal tudjuk szabályozni a fény mennyiséget. A másik lehetőség az ilyen komplexebb lámpákon van egy úgynevezett dimmer. Megmutatom. Na, itt van ez a tekertyű. Ezt hívják dimmernek. Lehet feljebb és lejjebb tekergetni, és ennek függvényébe változik az elektromos teljesítmény a készüléknek, és természetesen ezzel együtt a fénykibocsájtása is. Valamit le kell szögezzünk azonban. Ez egy 150 wattos lámpa. Soha nem használom maximumon, maximális elektromos teljesítményen, mert nincs rá szükség. Ez egy négyzetméter felület, tehát 80 cm x 120-as a palántázó, ehhez maximum 60%-on szoktam használni a 150 watt teljesítményű lámpát. Amikor indítom a palántákat, jellemzően mindig 20%-os teljesítményre teszem. Látjuk, 20%-ra tekerem. A 20% az azt jelenti, hogy 30 watt. Na most, ez nem kell megijedni ettől ez nem azt jelenti, hogy akinek olyan lámpája van, hogy összesen nincs 30 watt teljesítménye, mert mondjuk nem állítható, hanem ő egy 20 wattos vagy 25 wattos lámpa, ez nem azt jelenti, hogy azzal nem lehet tökéletesen nevelni. Ugyanis ez a watt érték, ez az elektromos teljesítmény. Ennek semmi köze nincs ledek esetében már a fény mennyiséghez. Ez egy elektromos teljesítmény, mennyi áramot használ a készülék. Nagyon gyakran van az, hogy egy 20 wattos LED lámpa, akár kétszer annyi fényt képes kibocsájtani, mint egy másik 20 wattos LED lámpa. Tehát a watt érték LEDek esetében már nem annyira mérvadó, hiszen ö, ugye a, az optimális működéshez mondjuk a LEDeket alacsony teljesítményen érdemes járatni, a Drivereket meg magas teljesítményen érdemes járatni, és ez az egyensúly, ez minden készüléknél más és más, tehát igazából ne abból induljunk ki, hogy hány wattos valami. Mérjünk fényintenzitást, tehát mérjük meg, hogy hány lux, fény, vetül a kis palántánkra. Na most, ha én 30 wattra, tehát 20 százalékra szoktam beállítani ezt a készüléket, tehát 20 százalék az 30 wattnak felel meg, elektromos teljesítmény, és megmérem egy cserép tetejének a magasságában, tehát 5 centi magasságban, hogy hány lux fényintenzitáson van, akkor ennél a lámpánál Ilyen körülmények között, tehát ilyen fény visszaverő falakkal, én ezen a szinten szoktam mérni körülbelül ilyen 5500 és 6000 lux közötti értéket. Ez mondom, megfelel egy borús napnak kint téren. Na ennyivel kell, ennyivel szoktam én pontosítok, indítani a palántákat. Nem kell ennél több fény, mert megégnek. Tehát 5 6000 lux. Szerintem ez az ideális szikleveles korban. Ha túl lövünk a célon, mert vagy túl közel tesszük a lámpánkat, vagy túl felhúzzuk a teljesítményet, ha állítható neki, akkor a sziklevelek megégnek. Mutatok néhány evidens képet, hogy néz az ki, ilyen lilás, barnás, feketés megégések, és a, a levelek nem ilyen nyitottak lesznek a két sziklevél, hanem összezáródnak, hogy védjék saját magukat a napégéstől. Na, mutatok néhány képet. No tehát, ez az 5-6 ezer lux, ez nem fogja megégetni a palántát. Ez egy borús, kinti időjárásnak megfelelő fénymennyiség. Sajnos azt kell mondjam, hogy sok lámpának viszont már ez is a maximális fény leadó képessége. Hát nem tűnik soknak ez az 5000 vagy 6000 lux, de ha összevetjük, hogy milyen világos szokott lenni este valakinek a nappaliában vagy konyhájában, mondjuk átlagban, ha a konyhába felkapcsolja az ember a villanyt és mér ott egy ilyen mondjuk melmagasságban egy egy fényintenzitást, akkor szerintem azt fogja találni, hogy mondjuk a legtöbb ember házában, a különböző helységekben mondjuk 200 és mondjuk 500 lux közötti értékek lesznek. Tehát abban élünk esténként, 200 és 500 luxban, egy 500 luxos fényintenzitású konyha, már egy egész világos konyha, tehát ott már úgy jó lehet látni, igazán erős lámpa van. Na most ehhez viszonyítsuk ezt az 5000-et. tudom, hogy a kamerán most is úgy tűnik, hogy itt ilyen fél homály van, meg szürkület, de itt igazából egy nagyon erős fény van, sokkal világosabb van most ebbe a palántázóba, mint valakinek a teljesen kivilágított nappaliában vagy konyhájába este, azért nem látszik világosnak most, mert a telefon kamerája ezt leszabályozza, hogy ne vakuljon meg a, a kép, ne égjen be. Most hirtelen 20 ról fel fogom rántani a teljesítményt, akkor látni is fogjuk, hogy szabályoz a kamera. Nézzük, milyen színű most a pocakja. Amint felrántom a fényt, egész ki fog világosodni, tehát beég a kép, aztán a kamera gyorsan visszaszabályoz, egy kb. egy, egy másodperces folyamat, meg is mutatom. Egy, két, há, és... Láttuk a beszabályzást? Most még egyszer visszaveszem, felrántom, kiég a kép, aztán visszaszürkül. Tehát a kamera az megpróbálja lekövetni, hogy azért még élvezhető maradjon a dolog, de itt a valóságban most sokkal világosabban, mint bárkinek a házában. Itt kérem szépen most ebben a pillanatban 20%-ra állítva, tehát 30 wattos teljesítményen, 5 centi magasságban a zajzattól, körülbelül egy olyan 5800-6000 lux van. És ezzel indítom én a icipici szikleveles palántát. Ahogy nő a palánt, ennyi már neki nem elég. Növelni kell. Én belátásom szerint, tehát én elgondolásom szerint, én tapasztalatom szerint, amikor a palántának már vannak igazi levelei, akkor ez az érték minimum meg kell duplázódjon. Minimum meg kell duplázódjon. Na most, <hogy>, hogy lehet duplázni a mennyiséget? Hát A. Vagy növeljük a az elektromos teljesítményt, ezáltal nő a fény intenzitás is, vagy B, egyszerűen közelebb tesszük a lámpát. Na most jelen esetben, mondjuk ez lenne itt a cserép teteje, egész a lámpáig, nekem 50 centi van. Én, én ezen nem szoktam állítani, nekem mindig 50 centi van a lámpa, mert nekem van ilyen tekertyű. És tudom állítani, hogy mennyit bocsájson ki. De, ha nem lenne tekertyű, akkor azt csinálnám, hogy amikor pici a palánta, akkor úgy ezen a fényerőn járatnám mondjuk 50 centire, hogy legyen itt nekem körülbelül egy ilyen 5-6 ezer lux. És ahogy megjelennek az igazi levelek, akkor a lámpámat sokkal közelebb, fele olyan távolságra helyezném a növénytől, hogy megduplázzam legalább a fényerőt. Na most, mivel nekem állítható, ezért én már normál leveles korban felszoktam ezt a készüléket tekerni 40%-ra, és ez a 40%, ez hát körülbelül olyan 40 watt elektromos teljesítményt jelent. Tehát 20%-on olyan 30 wattot szokott zabálni, és 40%-on, tehát kétszer oda olyan értékre tekerve, olyan 40 wattot szokott zabálni. Na most 40 wattra állítva a lámpát, ugyanazzal az 50 cm-es magassággal számolva a cseréptől, a cserép felszínén ilyenkor, én ezzel a lámpával ilyen visszaverési feltételek mellett megközelítőleg 13 000 luxot mérek. Tehát most itt 13 ezer van megvilágítva az én kezemnek a teteje. És tudom, hogy sötétnek tűnik, de ég ki a szemem jelen pillanatban, mert a kamera veszi ezt vissza. Itt most a fény ebben a kis palántázóban, viszonyítsuk, 13 ezer lux, a nagyon világos konyha meg mondjuk 500 lux. Tehát így viszonyítsuk a kettőt egymáshoz, 13 000 és 500 egy normális helyiségben. Tehát ezért van az, hogy a palántáim szép tömzsik maradnak. Minél kevesebb a fény, annál jobban nyúlik fel -fele a lámpa irányába, vagy a fény irányába a növény. Én belátásom szerint az az ideális, ha az első két sor levél egymástól Kettő unyi távolságra jelenik meg. Tehát ugye vannak a sziklevelek, aztán megy tovább a szár, és jönnek majd a rendes levelek. Na most az a jó, szerintem, hogyha a sziklevelek és az első rendes levelek között a távolság ennyi. Ha több lenne, és csak utána jelenik meg a levél, azt jelenti, hogy kevés volt a fény, azért nyúlott meg. Ha kevesebb, akkor meg az a probléma, hogy túl sok volt a fény, és hát ha nem égett meg, mert szerencsénk volt, akkor viszont túl tömzsi, túl törpe a palánta. Tehát én úgy szeretem beállítani, hogy két unyi, hát ez mennyi, ez egy olyan 4 cm, 3-4 cm, inkább 4 cm. Szerintem ad az ideális távolság két levél íz között. És hogyha közelebb tesszük, távolabb tesszük, ezzel tudjuk ezt szabályozni. Ha szeretnénk rövidíteni a levél íz közöket, tehát tömzsíteni, tehát alacsonyabbá tenni a palántánkat, közelebb tesszük a fényt. Ha azt szeretnénk, hogy több legyen a szár rész két levél emelet között, akkor távolabb tesszük, és ezzel lehet gyönyörűen játszani. Tehát a Általában két leveles, három leveles, négy leveles korba én ezzel a 40%-ra állított lámpával szoktam menni, ami itt körülbelül egy olyan 13 ezer luxot jelent ebben a magasságban, ez egy iszonyat bivajerős fénymennyiség egyébként. Tudom, hogy nagyon soknak tűnik, de tessenek kimenni egy napsütéses napon és mérni ott azért egyet, és meg fogjuk látni, hogy ott azért még hújúj, simán fölé megyünk ennek. Tehát még így is kevesebbet kap, mint amennyit akkor kapna, ha kint nevelnénk napfényen, vagy a nap közvetlenül érni a növényünket. És ha nagyon elnyúlik a tél, és májusban nem jön hamar a tavasz, és már öt levelesek a palánták, csórikák, de még nem tudom őket kitenni, vagy türelmetlen voltam, és túl hamar vetettem el, akkor viszont már gyakorlatilag, ha nem adok neki annyi fényt, amennyit kint is kapna, akkor olyankor már robbanásszerűen nő, akár egy hét alatt képes elnyúlni a palánta. Tehát az a leg, a második pont, ahol el lehet rontani a palántát. ugye mondtam, az első a szikleveles, ott nagyon könnyen megég, ha túltoljuk a fényt, tehát ott ne lépjük túl az 5-6 ezer luxot, és a, a második pont, ahol nagyon könnyű eltolni a palántát, az amikor már 5 leveles körülbelül, tehát kiültethető méretű, de nem tudjuk még kitenni, mert akkor már robbanásszerűen fejlődik, és nem kap elég fényt akkor képes egy hét alatt szétnyúlni a palántánk, és ilyenkor én van, hogy felhúzom a készüléket egész 60%-ig, de ez a maximum, amit szoktam tartani, ez a 60% elektromos teljesítményben 90 Wattot jelentene. Tehát ez a maximum, amit szoktam használni. Ilyenkor már azért problémáim szoktak lenni, ugyanis mi, a, mi történik? Megint könnyen megéghet a palánta. Mert... Ugye, ha nem adok neki ennyi fényt, akkor megnyúlik. Tehát azt nem tehetem meg. Muszáj neki tolnom ezerrel a fényt, hogy ne nyúljon meg, mert még nem tudom kiültetni. De, ha ennyi fényt adok neki, ő már magas. Tehát ő már a cseréptől számítva még plusz 25, akár 30 centiméter. Tőle a lámpáig már nincsen csak mondjuk 30 centi. Tehát nagyon közel kerül a lámpához. Ezáltal a a felső levelek brutálisan nagy fénymennyiséget kapnak, a lentiek meg nagyjából megfelelőt. Ha viszont itt visszaveszem, akkor a fentiek pont jól kapnak, a lentiek meg túl keveset, erre elkezd nyúlni az egész növény, mint a csuda. Tehát ilyenkor nincs mit tennem, általában azt csinálom, hogy behúzom 60-ra, ez mondom, ez körülbelül egy 90 watt elektromos teljesítmény, és ilyenkor, ha itt a cserép szinten megmérném, itt már elérem a 18-19 ezer luxot. Ez az a fény, kérem szépen, ami megfelel nagyjából egy hétköznapi, világos, kinti napfényes napnak. Tehát kint, ha kint lenne már a palanta, ennyit kapna. Na ilyenkor már megadom neki ezt. Van, egy, van benne egy rizikó, a felső levelek könnyen égnek, mert már nagyon közel vannak a lámpához, és nem tudom jól adagolni, hogy lenni is jól kapja, meg fenn is jól kapja. Ha ilyen nagykorban megég a palánta, teljesen másképp néz ki. Ilyenkor a felső leveleken foltszerűen, vagy teljes felületen papírszerűvé válik a levél. Gyakorlatilag kifehéredik, konkrétan hófehér lesz, vagy halvány krém színű. Akár ö, ilyen foltszerűen is éghet meg, de akár úgy, hogy a teljes felülete a levélnek elkezd szint váltani, ilyen fehérré. És ö, a jellemzően mindig a fenti, vagy a nagyon nagy levelek. A legérzékenyebb erre a padlizsán, az iszonyatosan rosszul bírja a napégést ilyenkor. Ö, második hely paradicsom, a paprika az meg nagyon ritkán ég, meg azzal nincs probléma. No, és akkor ez az utolsó szakasz, ezt csak addig erőltetjük, ezt a nagyon erős fénymennyiséget, amíg tényleg ki nem lehet tenni már innen a palántázóból, mert ilyenkor már öt leveles, már nagy, ez már tényleg csak az van, hogy várjuk a jövőheti jó időt. Hát így szoktam én használni a lámpát. Na most ezek az értékek, amiket, amiket mondtam, tehát kezdeti 5-6000 lux közép idejében olyan 13 ezer lux, és nagyon nagy korában kiültetés előtt közvetlen, amikor már csak így kényszerből van még benne a palánta, akkor akár elérjük a 18-19 ezer luxot is. Ezek nem kötelező jellegű értékek, nála ennyi szokott lenni, hogy ez milyen, méretű, erősségű, vastagságú palántát eredményez. Azt vissza lehet nézni a Kisfakon csatorna videóiban. Tehát ezzel a fénymennyiséggel, amit most felsoroltam, ezt tudom hozni, amit három éve mutogatok a videókon. És a beállítás tekintetében pedig ez a, a, fontos, amit mondtam, hogy minél nagyobb a palánta, annál több fény kell, tehát annál közelebb kell tenni hozzá ezt. Viszont minél közelebb teszem, a fenti levelek annál könnyebben égnek meg, és annál pontszerűbb a megvilágítás, tehát a palántázó szélére annál kevesebb fény jut. Ezért nagyon fontos a fény visszaverő oldal, hogy amennyi fény csak bírunk, verjünk vissza, hasznosítsunk újra benne a beltéren. Hát nem tudtam, hogy nem tudom, hogy tudott ez valakinek segítséget adni, vagy nem. Tehát én így, én így használom ezt a lámpát. A gyártó nem így ajánlja, de én így használom. Én úgy érzem, hogy nekem ez így működik, és hát nagyjából úgy gondolom, hogy ezt valahogy így kéne csinálni. Ha nem ez, ezt a lámpát használná, hanem egy másik lámpát, azon is megközelítőleg próbálnám ehhez a logikához tartani magam. Hát köszönöm a megtisztelő figyelmet, Már, ennyi, kicsit hosszú volt, Megpróbáltam részletesen elmesélni egy kellemes várakozást mindenkinek a viszontlátásra! <Szorítan>